Hát most nem itt jelenleg, ami a infláció folyik itt ebben a rendszerben. Most itt szeretni kell ünnepkor, szeretni kell az embereket, a népeket egymást, mindenki egyért, egy mindenkiért. És mennyire elégedett itt a rendezvényen? Hát, hogyha 5-ből kellene osztályoznom, akkor egy ilyen sovány 3-ast adnék. Való világos, Csajci, nem? Én vagyok, szia! Hello, hello! Sziasztok, én Pálc Viki vagyok, ez pedig itt a YouTube csatornám, azon belül is az utca embere első rész, majális. Feltettek egy pár kérdést? Persze. Jó napot! Mi újság? Milyen a majális? Parancsol, jó napot a kérdésére választani, csak nem hallottam a nagy zajban. És szerintetek mit ünnepünk május 1-én? Hát a május fát, nem? Na fiatalok, mit ünneplünk május 1-én? Munkaünnepét. Igen. Bocsánat, csak ez a próbál megtalálni a barátomat. Na figyeljetek, mit ünneplünk május 1-én, fiúk? Majális. Május fa. Így van, május fa. De mit, akkor kicsit bontsátok már így ki ezt a május fát? A május fát, mondjuk, hogyha a fiúnak van barátnője, a ház elé, az udvar elé ültetni fát, kidíszítve, persze. Bocsi, mire vártak itt, akciós valami? Hát, a budira. De nem úgy jöttél el a rendezvényre, hogy elmentél mosdóba otthon? De igen, csak hát azóta egy-két sör már lecsúszik. Visszük ezeket a fákat a lányoknak, mi nálunk ez hagyomány. Már több, mint 30 éve. Ültettél most idén fát? Én nem. Még azt mondd el, hogy mit ünneplünk május 1-én. Mit ünneplünk május 1-én? Húha. Menj a póni lovaglás most? Én nem tudom. Menj a póni lovaglás! Kérhetek segítséget? Hát most magadtól szerinted te mit ünnepelsz ma? Ott van. Tessék, 1200 forint. Hát az ajándék, nem? Hát az ajándék. Tipp. Figyelj csak, mit ünneplünk május 1-én? Honnan tudjam? Itt vagyunk. Buli van. Nincs tipp. Hát csak itt vagyunk május 1-én, mi lehet az mit ünneplünk? Hát valamit tippelj, na. Hogy adják most a sört itt a majálison? Megéri? Hát, hol van már az avas? Közülük az okos. De nagyon ismerős az arcod. Tinderről. Nem. Miért nem húznál jobbra? Gyűrűm van. Ja, jó, menj asszony, jó, akkor bocsánat, nem buktattam le. Kedveltél? Aha. Láttalak reklámba is. Hát sok reklámba szerepelek. Azzal kapcsolatban érdeklődik, hogy mennyire lehet most felülni itt a hullámvasútra, mert láttam, hogy figyelsz. 1500 forint. Megéri most ez? Nem éri meg, de az unokáimat hoztam ki. És mit ünneplünk május 1-én? Május 1-én, május 1-én. Hát de június 1-én miért nem tartunk ilyet? Hát ez az. Június 1-én is, jó. Jobb lenne, nem? Láttam, hogy most vesztek jegyet a No Limit Power-re. Mennyibe kerül most egy jegy? 2000. Videóztok minket! Oda, köszönj be! Figyelj csak, ha már egy összefutottunk, milyen a rendezvény? Hát szerintem jó, én most a 15. kerületből jöttem át. Mennyire tetszik a rendezvény? Jó, csak drága, minden. Jó, csak sok itt köcsög, nem? Az is. Hogy mennyire vagy elégedett az árakkal, hogy itt mi mennyibe kerül? Hát nem nagyon, mert egy sört nem tudok meginni, se enni, se inni. Én most teljesen ki vagyok bukva. Mit ünneplünk május 1-én? Gyerekek napját. Gyerekek napját. Mindig tartod ezt a gyereknapot? Mindig tartjuk, nálunk minden nap gyereknap van, meg van igen nap is. Az árakkal találkoztatok már, hogy mi mennyibe kerül, mennyire drágák a cuccok? Igen, elég drágák. Az így van. Tudtok egy párat mondani, mit láttatok? 2000 forintért fél deci limonádét. Én nekem az volt, ami ilyen durva volt. És kajádni kajáztatok már? Nem még, de hát ugyanúgy kettessel kezdődnek az árak főleg. Fogtok azért, vagy ilyenkor azért az ember kicsit többet költ? Hát úgy gondolom, hogy igen, az mi még meglátjuk. Hát valamit fogunk enni, de alapvetően ebéd után jöttünk is stratégikusan. Jó a taktika, jó a taktika. Látom, nyertél egy ilyen kis lovat? Asszonykának nyertem, igen. De hogy sikerült? Csaltál? Igen. Tényleg? Nem, milyen lukba kellett beledobni egy labdát. És hány agyára sikerült? Mennyit költöttél most erre a lóra? 5000 forintot. Mit szeretnél? Hogy mi a helyzet? Hát nagyon jó helyzet, nagyon jó érezzük magunkat, minden rendben. Tök jó. Milyen a rendezvény? Nagyon jó, szuper. Mi tetszik a legjobban? Hát
amit van kint hátul, aligali, de ez se jó. Lehet gratulálni, valaki nyerte? Igen, a szerelmem, nekem. Ki a szerelmed? Hogy sikerült ezt nyerni? Labdadobással. És mennyi pénzt fektettél bele? 5000 forintot. Mit ünneplünk május 1-én? Igen. Te mit ünnepelsz? Fogalmam nincs. Nyertél egy lovat, nem? Nyertem egy lovat, igen. Mit ünneplünk május 1-én, Jani? Hát a május 1-ét mit ünnepelnénk? Hát de miért van ekkora buli? Miért nem csak a június 1-én is? Hát azért, mert májusban mindenki kim van, mindenki úgy érzi magát. Én nem tudom mit mondani. Hát, kevesen jó, vannak, kevesen majd vannak. Itt lakunk közel, hát talán 500 méterre, vagy 1 kilométerre. De ilyen kevesen még sose voltak, mint idén. Sziasztok! Idén azt mondják, hogy a lufik a legdrágábbak a rendezvényen. Hát igazából csak lufit vettünk, szóval fogalmunk sincs, hogy mi még. Mennyibe kerültek a lufik? 5000. Darabja? Akkor most 15000 van itt a babakocsin? Igen. És megérte? Gyerekek, sűrűn nem járunk ki. Ebből a szempontból igen. Amúgy megvenném meg a franc. És mennyibe kerül most a kolbász idén? Hát 2000. Igen. Drágult? Drágult? Hát tavaly óta nem tudom. De 1000 forint volt valamikor. Azzal indult. És akkor a klasszik kérdés, mit ünneplünk május 1-én? Hát a munkaünnep. Hát a munkásosztálynak a... legalábbis a történelem ezt tanultuk. Abszolút elégedettek vagyunk. Most nem sok a köcsök, tudod? Mondják, tudod? Idén most jobb? Most jobb a helyzet, mint 20 éve. És mit ünneplünk május 1-én? Mi? Nem sok minden. Munkaünnepe? Szóval nem sok mindent. Például ez a fagyi mennyibe került? 1000 forint volt. És mit gondolsz erről? Ez egy elérhető ár, vagy azért drágult? Hát szerintem még elérhető, így a rendezvényhez képest. És a záró kérdésem, mit ünneplünk május 1-én? A munkaünnepe. Nem akartam mondani, hogy szeretet ünnep. Igazi jó zene van, jó hangulat, de hát bekapcsolom, persze. Jó, nem? Köszönjük! Remélem, ti is annyira élveztétek a videót, amennyire én. Iratkozzatok fel a TikTokomra, az Instagramomra, és írjatok kommentet. Sziasztok!